Minek akarok én nővér lenni? Hordhatok ki pizzát, és szőnyegeket is porszívózhatok. Kilakoltatás. Maga nagyon vonzó ahhoz képest, hogy takarítónő, habár a hajával azért csinálhatna valamit, igen. Nem, más a gáz. Az arca. Igen. Kicsikém, hozna egy kis nasit? Ugye tudja, hogy csak a szőnyegeket tisztítani jöttem. Akkor lapát. Fogadok, hogy egyetlen árvanapot se dolgozott egész pusztítóan ön elégült életében. Fizessen ki, és itt se vagyok. Nem. Ne! Ott esik a képem! Egy ördög a fazon! Most 3 rúgóval tartozom a cégnek egy új masináért, és még ki is rúgtak. A tetőgazdagok mindent megúsznak. Segítség! Bemutatja a Fórum Hungary. Fogalmam sincs, milyen nap van, még a saját nevemet se tudom. Amnézia. A mi kis városunkban. Van egy ötletem, amivel a rossz elnyeri méltó büntetését. Szeretném hazavinni a férjem. Te vagy a feleségem? Jóban, rosszban, édesem. Csórók vagyunk? Ja. Papa! De nem is hasonlítanak rám. Mert spermadonortól vannak. Steril vagyok? Kora hajnalban jönnek és elvisznek a melóba. Dolgozom? 3 helyen is. Na, én is akarok egy kamu férjet. Átejtve. Szia, szívem! Milyen volt az első napod? Azt kérdeztem, mit? Mire azt mondták, hórú? Nem kellene kórházba vinni. Nekem annyi. Hamarosan a mozikban.